Megnövelte a magányuk alapba fizetendő járulékot a kormány, az intézkedés csak két év múlva lép hatályba, döntött a csuka kabinet. a részleteket a munkaügyi miniszter ismertette. A kormány által elfogadott sürgősségi rendelet szerint a jelenlegi 3,75 százalék helyett az alkalmazottak bruttó bérének a 4,75 százalékát utalják 2024. január 1 a munkaadók a kötelező magánnyugdíj alapba, az úgynevezett második nyugdíj pillérbe. A módosítást az országos helyreállítási terv írja elő. Ezt vállaltuk az országos helyreállítási tervben, és semmiképpen nem akarjuk veszélyeztetni a terv gyakorlatba ültetését. A koalícióban és a kormány szintjén is az volt a döntés, hogy 2024. január 1-től vezetjük be az intézkedést, tekintve az ukrajnai konfliktus, a pénzügyi válság, valamint a pandémia okozta nehézségeket. A helyreállítási tervben vállaltuk, hogy március 31-éig elfogadjuk ezt a jogszabálytervezetet, és gyakorlatilag kénytelen voltam kidolgozni ezt a rendeletet. Újságírói kérdése válaszolva a munkaügyi miniszter arról biztosított, hogy az intézkedés révén semmiképp nem csökkennek a nyugdíjak, azaz nem sérül a klasszikus, az úgynevezett egyes számú nyugdíj pillér. Az intézkedés célja gyakorlatilag a nyugdíjrendszer, illetve a második pillér közép és hosszú távú fenntarthatóságának a biztosítása. A pénzügyi felügyeleti hatóság adatai szerint idén január végén a kötelező magánnyugdíjalapok alapok aktívái elérték a 89 milliárd 630 millió lejt, ez 15%-os növekedést jelent a múlt év januárjához képest. A magánnyugdíjalapok alapok kezelői az összeg 88%-át romániai értékpapírokba, jelentős részben államkötvényekbe vagy a bukaresti értéktősdény jegyzett részvényekbe fektették. A kötelező magánnyugdíjalapok alapok közel 8 millió személy nyugdíjjárulékát kezelik.